Viatorba egy város önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében valósította meg, mintegy 9,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból Viatorba egy helyi klímastratégiája című munkaprogramját. Miért tartották fontosnak, hogy a városnak legyen egy ilyen munkaterve? A 2000-es évek elején indított, nem tervezett és nem átgondolt módon végrehajtott lakóterület fejlesztés következtében folyamatosan növekszik Viatorbágy lélekszáma, és ezzel a környezeti terhelés is folyamatosan növekszik. Ezért fontos feladatának tartja a város vezetése, hogy ezen a területen is intézkedéseket hozzon. A lakóterületfejlesztés idején Viatorbágy lélekszáma 7000 fő volt, most ennek a duplájánál tartunk, illetve már meg is haladtuk, és várhatóan 20-25 ezer főre fog növekedni a település lélekszáma, amikor az összes lakóterület beépül. A lakosságszám arányában tovább növekedik a burkolt felületek aránya, az energiaigénye a településnek, a károsanyag kibocsátás, és minden egyéb terhelés, amely a lakosságszámmal összefügg. Bízom abban, hogy a klímastratégia elfogadásával erősödni fog a lakosság, a vállalkozások és az intézmények éghajlatváltozás iránti érzékenysége. Mit ölel fel ez a stratégia pontosan? A klímastratégia az egy átfogó helyzetértékelés, ami egyrészt a természeti értékek és az épített környezetnek a feltérképezése, az itt élő lakosságnak az ezirányú tudása, és ami legalább ennyire fontos, sőt a legfontosabb célja, hogy az elkövetkezendő 20-30 évre milyen terveket valósít meg, foganatosít a város vezetése. Mit vettek figyelembe a célok meghatározásakor? A legfontosabb, hogy a kockázatokat csökkentsék, illetve a hatásokat mérsékeljék, és hogy alkalmazkodni tudjon az itt élő lakosság ez a megváltozott időjárási helyzethez. Hát ez az, amit folyamatosan kell egyrésztről érzékenyítés során, másrésztről pedig a dokumentációban is megfogalmazni és rögzíteni. És milyennek találta Viatorbágy helyzetét? A szakértőink azt mondják, és azt állapították meg, hogy a hőhullámok, amelyel ugye sokat kell foglalkozni országos szinten, az itten középérték. Viszont miután egy agglomerációs településről beszélünk, ezért sokkal magasabb az átmenő forgalom és az ingázás, ami hozza magával a levegőszennyezettséget, és hozza magával a zajszennyezettséget is. Tehát ezzel kell, és ezzel foglalkozunk. Aztán ezen kívül, ami szintén kiemelkedően fontos, az a zöld területek megtartása és növelése, és a negyedik vagy talán következő lépés az a helyi lakosság, és azon belül pedig, hogy Viatorbágyon nagyon sok fiatal él, és ez a generáció fokozatosan veszélyeztetett. Tehát az ő információval való ellátásuk, az ő tudásuk növelése, az meghatározó ebben az anyagban. Tavaly nyáron a patakparti játszótéren kezdődött a lakossággal való együttműködésünk, ami azt jelenti, hogy egy klímapont sátrat állítottunk fel, és ez a klímapont sátor volt alkalmas arra, hogy egyrészt kerekasztal beszélgetés keretében, másrészt közvetlen információ cserével az addig meglévő és az addig elképzelt klímastratégiát megosszuk a lakossággal. Ez egyébként ez a klímapont arra is alkalmat adott, hogy gyermekek különböző totót töltöttek ki, majd erre ezzel kapcsolatosan óránként sorsolás következett. Ezzel növeltük az érdeklődést és azt, hogy minél szélesebb körben jöjjenek és beszélgessenek a klímastratégiáról az itt élő emberek. A lakosok hogyan tudták jelezni a véleményüket? Augusztus közepére készült el a társadalmasításra alkalmas dokumentáció, amelyet aztán szeptember 18-áig tudtak véleményezni. Ez az anyag, ez felkerült az önkormányzat honlapjára, és elektronikus úton, vagy postai úton, vagy akár személyesen az ügyfélszolgálaton adhatták le a hozzászólásaikat az itt élők. És mi az, amit hozzá tudott adni a szakmai konferencia? Szeptember 21-én a Juhász Ferenc Művelődési Központban volt egy szakmai konferencia, ahol a szeptember 18-áig leadott véleményeket összegezték a szakértőink. Az ott megjelenteknek bemutatták a klímastratégia különböző fejezeteit, hogy készült és hol tartanak, és utána pedig tematikus csoportokat alakítottak, és a megjelent lakosság civil szervezet képviselői ezekben a csoportokban egyes témákat tovább veséztek, elemeztek, és ezt építették be a szakértőink a végleges anyagba. És miért vonták be a gyerekeket is? A Vízvilágnapja adott arra lehetőséget, hogy az általános iskolások
pályaműveit, amelyek videó és fotó dokumentációk voltak, elbíráljuk. Ezen kívül pedig 300 iskolás vett részt azon az oktatási napon, amit úgynevezett rendhagyó tanórán, amely alkalmas arra, hogy megismerjék a klímaváltozás általános jelenségeit, a helyi következményeket, és egyáltalán azt, hogy ők hogyan tudják akár ezt megelőzni, vagy mit tudnak ezért tenni, vagy hogyan tudunk ehhez úgymond alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy akinek van óvodáskorú gyermeke, vagy volt, vagy látott már, ő nagyon jól tudja, hogy óvodáskorú gyerek mindent el tud érni a családnál, tehát ők kitűnően tudják motiválni a környezetüket arra, hogyha hallják azt, hogy mit kell csinálni, hogyan tudunk mondjuk vigyázni a környezetünkre, a vízre, hogyan készülhetünk fel a hőhullámokra, akkor ők azok, akik mindent bevetnek ezért. Nekünk ehhez van egy klímanócska módszerünk, és ez a klímanócska módszer volt a segítségünkre. Ilyen fajta filmeket néztek meg ők is. A gyermekek nagyon fontosak, hiszen ők a következő generáció, velük kell foglalkozni. Ők azok, akiket, hogyha képesek vagyunk megfelelő módon tájékoztatni és hatást gyakorolni rájuk, akkor ők is hatást tudnak gyakorolni a környezetükre. Időközben lehetett érezni, hogy a lakosságban tudatosodik a klímaváltozással kapcsolatos kérdéskör? Szeptemberben volt egy pótvárosnap, és akkor volt alkalmunk ismét nagyobb létszámú helyi lakosokkal, illetve civil szervezetek képviselőivel találkozni. Ismét egy klímapont sátrat telepítettünk, és az volt nagyon jó és látható, hogy már most figyelnek úgy a környezetre, hogy az autókat letették, és gyakorlatilag az érkezők gyalog, vagy kerékpárral, vagy rollerrel érkeztek. Nagyon sokat beszélgettünk a klímaponton a gyerekekkel, itt is lehetőség volt arra, hogy kérdőíveket, totót töltött ki, itt is volt arra lehetőségünk ismét, hogy a felnőttekkel egyeztessük a klímaváltozással kapcsolatos elvárásaikat. Tehát én azt gondolom, hogy igen, minden rendezvény, amelyen egy időben meg tud jelenni a szakértői gárda, alkalmas arra, hogy újabb és újabb információval lássuk el az itt élőket. Tett a város konkrét lépéseket is ennek a programnak a mentén? 2019-ben elindítottuk a helyi közösségi közlekedésünket, a Viabusz járatot, amelyet ebben az évben továbbfejlesztettünk. Közintézményeinket energiatudatos módon tervezzük. A meglévőeket most egy pályázat keretében szeretnénk energiatakarékos módon átalakítani, és csatlakoztunk a nulla hulladék kartához is. A programhoz való csatlakozást megelőzően Biatorbágyon szelektíven gyűjtöttük már a hulladékot. Ez ma már házhoz menő módon működik, és ettől az évtől kezdve külön tartály is rendelkezésre áll ennek a gyűjtésére. A Biatorbágy komposztál program keretében komposztáló ládákat juttattunk el a lakossághoz, aki igényelte, az kaphatott ilyet. És a Zöld Biatorbágy program keretében pótoljuk azokat a fákat, amelyek megérettek arra, hogy kivágjuk őket, illetve újabbakat telepítünk, egyeztetve a helyi civil egyesületekkel, illetve a Városgondnokság járműparkja bővült egy elektromos autóval. Várjuk a további javaslatokat, észrevételeket, és biztatok mindenkit a programban való aktív részvételre. Összegezve, milyennek értékeli a stratégiai feladatok végrehajtását Biatorbágyon? Biatorbágyot különösen kiemelem, hiszen az elmúlt évek során nagyon sok településen, kisebb-nagyobb városokban vettünk részt, és klímastratégiát, illetve ezzel kapcsolatos érzékenyítést valósítottunk meg. És az itteni lakosságnak az érdeklődése az nagyon jól megmutatkozik abban, hogy a különböző rendezvényeken hányan vettek részt, és ez kiemelkedően magas volt. Ez az egyik, amiért szerintem fontos. A másik, hogy miután egy olyan agglomerációs településről beszélünk, amelynek szerencsére és szerencséjére nagyon sok család ház található. Így a családi házas környezetben az embereknek van arra lehetősége, hogy talán jobban vagy példamutatóbban vigyázzanak a környezetre, hogy több növényt ültetnek, hogy a zöld felületekre vigyáznak, és egyáltalán azt a fajta életvitelt, amelyért ők gyakorlatilag Biatorbágyra jöttek, és amit megkapnak az itteni vezetéstől is, ezt maximálisan tudják közvetíteni, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból szerencsés ember mindenki, aki Biatorbágyon élhet. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.